Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió szerda esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Makóra érkezett a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara fotókiállítása. Egy országjáró aranyanyú, aki saját történetén keresztül népszerűsíti az egészségügyi pályát. Fitness szakosztálya bővült Makón a Király Team. A Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara nemrégiben ünnepelte 25 éves évfordulóját. A gazdasági önkormányzat az ünnepi rendezvényen nyitotta meg azt a Dél-Magyarország napilappal közös 20 képből álló kültéri fotókiállítását, amely az első szegedi állomás után már Makón is látható a Marcibányi téren. A Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara jogelődjét 125 évvel ezelőtt alapították. A kamara jelenlegi szerkezetében pedig 1994 óta, azaz 25 éve működik. A gazdasági önkormányzatnak napjainkban 1100 önkéntes tagvállalkozása van, közülük mintegy 300 már negyed évszázada tagként segíti a szervezet munkáját. A kamara hivatásának tekinti a gazdaság fejlődésének és önszerveződésének előmozdítását, az üzleti forgalom biztonságának megteremtését és fenntartását. Emellett kiemelt kérdésként kezeli a piaci magatartás tisztességének megőrzését, valamint a gazdasági élet szereplőinek együttes érdekérvényesülését. Donát Roland, a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara Makó térségi szervezetének elnöke elmondta, az évtizedek óta természetesen jelentősen változott a kamara szerep és feladatköre, hiszen most már a leendő szakemberek vállalkozók képzésében is közreműködnek. Általában vállalkozások fordulnak hozzánk, nekik is, tehát az ő érdekképviseletét látja el a kamara. Mindenféle rendezvényt szervezünk, legközelebbi rendezvényünk például januárban lesz egy adóbevallásokról szóló, adóváltozásokról szóló tájékoztató, amelyre elég nagy igény szokott lenni, jelentősen létszámmal szoktak megjelenni vállalkozók, és ott is nagyon sok információt tudhatnak meg, illetve ha bármi olyan ötlet merül fel vállalkozás részéről, ami érdekelni őket, akkor erre próbálunk megfelelő előadót keresni, és idehívni akár a makói térségbe is itt tartani rendezvényt. Az évfordulóra az Iparkamara Magyarországgal karöltve egy fotókiállítást hozott létre. A napilap 4 fotográfusa, Frank Ivette, Karnok Csaba, Kuklis István és Török János képeiben a munkavégzést, valamint a munkát végző emberek tevékenységét mutatják be, bepillantást engedve a cégek kulisszái mögé. A tárlat Szeged és Vásárhely után Makón kapott helyet. A megnyitóra Sákovics József is ellátogatott, aki mestervizsga elnökként tevékenykedik a kameránál. Tetszik, jó képek, és külön tetszik az, hogy nem egy olyan szuper színes vagyok, egy ilyen hagyományos fénykép, ez külön tetszik. Mi látható a képeken? Hát a szakmák, meg a különböző ipari vállalkozásoknak a jellegzetes fotói tulajdonképpen látható rajta. Az eseményen oklevéle ismerték el mindazok munkáját, akik áldozatosan és odaadóan végzik tevékenységeiket, köztük Sákovics József is. Továbbá egy-egy fotómásolattal köszönték meg Tóth Istvánnak, a Vákár Kft. Ügyvezetőjének, Karkas Mihálynak, a Zsivodán Hungary Kft. Ügyvezetőjének és a Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. Képviselőjének, hogy bepillantást engedtek a cég életébe. A kiállítás december 11-ig látható a Marcibányi téren. Az országot járja és előadásokat tart, valamint az egészségügyet is népszerűsíti a pályaválasztás előtt állók körében az aranyanyú díjas Molnárné Gardi Katalin. A Csongrád megyei Egészségügyi Ellátóközpont anesteziológiai szakasszisztense nemrégiben a József Attila Városi Könyvtárban egy előadás keretében mesélt a díjátadót követő 2 év pozitív történéseiről, melyek még jobban megerősítették a szakma iránti elkötelezettségét. Nagyon szeretem a munkám, ha újra kellene kezdenem, akkor is ezt választanám. Osztotta meg stábunkkal a Földe Áki Molnárné Gardi Katalin, aki immáron 36 esztendeje dolgozik a Makói Kórházban. Mint arról már korábban mi is beszámoltunk, az altató orvos szakasszisztenst még 2017-ben egy volt páciense jelölte a Rácz Zsuzsa írónő által megálmodott aranyanyú díjra. Nagy örömére szolgált, hogy a közönség döntése alapján az elismerést elnyerte szakdolgozó kategóriában. Az azóta eltelt idő alatt pedig számos rendezvényen és helyszínen állhatott már a közönség elé, és mesélhetett szakmájáról, tapasztalatairól, valamint arról, hogy hogyan lett aranyanyú.
szinte napra pontosan egy éve, hogy elmondhattam az előadásomat egy budapesti szakdolgozói kongresszuson. Onnantól kezdve az egy év alatt jó néhány helyen felkértek, többek között a Honvéd Kórházban, nagy kamarai szakdolgozói kongresszus, ez most volt szeptemberben, ott mondtam el az én történetemet, és nagyon nagy igény van a kollégák részéről arra, hogy pozitív és jó példákkal is megerősítsék őket a munkájukban. A jövőben többek között egy budapesti kongresszuson is előadást tart majd Katalin, valamint a Békés Csabai Kórház szintén megkereste azzal kapcsolatban, hogy szívesen meghallgatnák itt is beszámolóját. Az anesteziológiai szakasszisztenst továbbá az a megtiszteltetés érte ebben az évben, hogy egy pályaválasztásról szóló kiadványban népszerűsítheti az egészségügyi pályát a fiatalok körében. Három szakdolgozót kértek fel, hármunk történetét írták bele ebbe a kiadványba, többek között a Makói Kórház dolgozója, mint én is belekerültem, és ez nagy büszkeséggel tölt el. A munka, a család és az elhangzott egyéb elfoglaltságok mellett Katalin szívügyének tartja a koraszülöttek támogatását. Kezdeményezésére a Földeáki Kézi Munkaklub tagjai a kisdedeknek babaholmikat készítenek. Köztük például polipokat is, melyek a kutatások alapján rendkívül jó hatással vannak a csöpségek fejlődésére. Az adományokból az ország számos egészségügyi intézményébe jutott már, ahol hálásan fogadták azokat. Ismét a muzsikájé volt a főszerep nemrégiben a Hagymaházban, ezúttal a nézők az olasz operák aranykorába utazhattak vissza gondolatban. Az élménydús és töltekezéssel teli estéről Szilágyi Szabó Éva, Kis András és Turpinszki Gippert Béla művészek gondoskodtak. Mindig külön öröm Szabó Szilágyi Éva számára, ha szülővárosában Makón léphet fel. Így volt ez a legutóbbi alkalommal is. A művésznő stábunkkal megosztotta, a műsort az olasz operák gazdag világára építették fel, ezen belül pedig elsősorban a Belcanto korszakba kívántak egy utazást tenni. Az est folyamán így például Rossini, Donizetti és Bellini zeneszerzők tollából született művek is felcsendültek. Belcanto korszaka a zeneirodalomban, a zenetörténetben egy olyan korszak, amikor az énekhangot szinte hangszerként alkalmazták, tehát olyan áriákat, olyan operákat, olyan zeneműveket írtak, amiben olyan truváj énekdallamok voltak, hogy akár egy szóló hegedű, vagy egy szóló klarinét is el tudta volna játszani, de eddig ez még ebbe a korba, előtte lévő korba ez nem volt jellemző. Tehát az énekhangot igazán dallamhangszerként használták, és az olasz operák kicsit elfogultan nyilatkozva, én azt mondom, hogy a legszebb operák, a legszebb prozódiák. Emellett a műsor keretében olyan érett késő romantikus komponisták darabjai is elhangoztak, akikre az említett korszak nagy hatással volt, köztük említhetjük Verdit is. Az opera énekesnő felkérésére több ízben színpadra lépett Kis András, a Magyar Állami Operaház magánénekese is. Mint megtudtuk, az előadó hosszú évek óta szerelmese az opera műfajának. Mindent félre kell rakni, és talán ez is a szakma, vagy az opera éneklés egyik nagy nehézsége, hogy az embernek, amikor belép a színpadra, akkor 100%-on kell lennie. Bármi történt előtte vele éppen. Úgyhogy talán a legnagyobb vonzó erő az szerintem az éppen akkor ott megszülető érzelem, pillanat, amiből hála Istennek sokan tudnak táplálkozni. Úgy szintén Makóra érkezett Turpinszki Gippert Béla, akinek több felmenője is a művészeti pályát választotta. Televíziónkkal megosztotta, hogy az idei évben is számos produkcióban vehetett részt, és a 2020-as esztendő ugyancsak tartogat számára újabbakat. Szegeden fogom a Tannhäusert énekelni, abból lesz bemutató márciusban, előtte Pécsen fogok Carmen bemutatóba Don José-t énekelni, most mutattuk be itt Szegeden Puccini diptihonját, amiben mind a két tenor főszerepet énekeltem egy estén, ami érdekesség,
illetve tavasszal szintén egy ugyanilyen kihívás volt nekem a Turidu és a Kánió egy éjszaka, tehát egy este énekelni mind a két tenor főszerepet. Nagyon jó, szakmailag nagyon-nagyon jó évek ezek, és nagyon örülök neki, és remélem, hogy így haladok tovább. Az opera énekeseket az előadás alatt Mezei Pál zongora művész kísérte. A jeles eseményről egy hosszabb összeállítással is jelentkezünk csütörtök esti Társalgó című színes kulturális magazinunkban. Külföldön és hazánkban egyaránt nagy népszerűségnek örvendenek az adventi vásárok. Makón a forgatag immár harmadik esztendeje kap otthont a Makovec téren. A szervezők idén is gondoskodtak arról, hogy az ingyenségek és egyedi készítésű termékek mellett szórakoztató programok is tarkítsák a palettát. A forgatag első napján Balási Betti és Varga Feri adott koncertet a kilátogatók nagy örömére. Az előző évekhez hasonlóan az adventi vásárt végigjáró családok, baráti társaságok több árussal is találkozhatnak, akik a fabódékban különféle kézműves portékákat kínálnak, köztük akadnak horgolt dísztárgyak is. Kis ajándékkísérőket készítek, kis hópelyheket, majd még hozok kis fenyőfákat, kis hóemberkéket, meg angyalokat készítek, főleg azokat kínálom dekorációnak, többféle színben, hogy a család minden tagja tudjon magának választani. Azok, akik pedig már korcső alá vették az egyedi termékeket, vagy éppen beszerezték meglepetéseiket rokonaik számára, egy-egy pohár forrad bor, gőzölgőte a kíséretében a kulturális programoknak is örvendhetnek, ahogy erre szombaton is lehet. Nyílt. Az asztalt körbe üljük, már a fenyőfa is kész. Szebbet, jobbat remél, sok imára pont kész. A földön lent, s az égben fenn, miért csak pár nap jár, hogy így legyen itt a december. Már 15 éve lépnek közösen színpadra Balási Betti és Varga Feri. A popduó ez alkalommal is remek hangulatot teremtett marosmenti településünkön. A páros az elképzelések szerint 2020-ban két új lemezzel is jelentkezik majd. Szövegek, zene megvan, hangszerelések és feléneklések. És feléneklések ennyi. Vannak hátra. Igen. Nyilván ez egy hosszabb folyamat lesz, szerintem ez lehet, hogy jövő karácsonyra meg leszünk vele, mert azért ez csak két lemez. Remélem. Ez bízom benne. Mint azt megtudtuk, az elkövetkezendő hetekben számos helyszínen adnak majd karácsonyi koncertet. A sok-sok fellépés miatt szoros időbeosztáshoz vannak kötve, ezért az ünnepre való készülődés is megtervezetten zajlik. Ilyenkor én beírom, hogy mikor van a beigli sütésem, mikor milyen sütit, hogy csinálok, mint csinálok, mert én nagyon szeretek sütni egyébként a nagy kedvencem makói. A Limara, akinek a receptjeit követem már hosszú ideje, és nagyon remélem, hogy itt lesz ma ő is, mert nagyon szeretem őt. A színes forgatagot egyébként a helyiek is a térségiek mellett előszeretettel látogatják a városba érkező turisták is. A budapesti Szilágyi István családjával érkezett Makóra, felesége születésnapját kívánták itt megünnepelni. Életemben először vagyok Makón, nagyon tetszik a város, nagyon kedvesek az emberek, itt is minden nagyon aranyos, kicsit hideg lett ma estére, de nagyon hangulatos, tényleg kedves. Most hétvégén is érdemes lesz kilátogatni a Makovec térre, hiszen szombaton 19 órától Veréb Tamás énekel majd. Vasárnap pedig egy változatos műsor keretében lángralóban majd a második, a reményt szimbolizáló gyertya is a város koszorúján. Fitness szakosztállyal bővült a makói Király Team csapata. A közelmúltban egy nyílt edzésnek köszönhetően tudták a szülők és rokonok megtekinteni, hogy a 40 fiatal a több mint két hónap alatt mennyit fejlődött. Tóth Jennifer már 5 éves kora óta megszállottan űzi a fitness sportot. 18 éves tapasztalattal a háta mögött már egy ideje oktatja is a mozgásformát Maroslelén, azonban szerette volna ezt a marosparti településünkön egyesületi formában is végezni. A fiatal edző elmondta stábunknak, hogy jó kapcsolatot ápol Lúz Csabával és feleségével Krisztinával, akik Makón a Király Team Kickbox Akadémia csapatát vezetik. Tudták azt, hogy én hosszú évek óta szeretnék már Makón is egy kis csapatot, egy kis egyesületet, és polgármester asszony Farkas Iva Erzsébet jóvoltából még inkább szorosabb kapcsolat alakult a kettő csapat között ki. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon hatalmas értékű kincs, amit mi a kezünkben tartunk, hiszen mindegy versenyző orientált csapat, mint a kickbox, és mi, amit erősítünk, egy teljesen hobbi sportág együttműködés, én azt gondolom minden település és minden város szempontjából nagyon fontos.
Az új szakák szeptember közepén nyitotta meg kapuit az érdeklődő fiatalok előtt, akik a közel 3 hónapos munkájukat most a családtagoknak, rokonoknak, barátoknak is bemutatták egy nyílt edzés keretén belül. Tóth Jennifer azt is megosztotta stábunkkal, hogy ez a sport miből tevődik össze, és a fiatalok mi mindent tudnak elsajátítani. 4 elemcsoportra osztható ez a sportág, az akrobatika, a lazasági, az ugrás és az erőelemek. Ezekből az elemekből szépen fokozatosan az alapoktól felépítve kapnak egy nagyon-nagyon speciális edzést, és emellett nagyon-nagyon fontos a művészi pontozás, amit a táncban tudnak kiteljesíteni a gyerekek, és a technika pontozása, ami viszont a gyönyörű tartás, a kéztartás, a spitz, a térd, milyen kifinomultak a gyerekeknek a mozgásai, az egyensúlyérzékelésük, és ezeket próbáljuk minden edzésen kihozni a gyerekekből legfőképpen a maximum. 2 korcsoportban összesen 40 gyermek vesz részt, heti 2 alkalommal az edzéseken Makón, a Vásárhelyi utca 4 szám alatt található tornateremben. Tóth Jennifer kitért még arra is, hogy 3 évestől a 13 éves korig várja fitnessezni vágyó fiúkat és lányokat egyaránt. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Makóra érkezett a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara fotókiállítása. Egy országjáró aranyanyú, aki saját történetén keresztül népszerűsíti az egészségügyi pályát. Fitness szakosztálya bővült Makón a Király Team. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el a Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd Diagnózis című egészségmagazinunkkal jelentkezünk. Ezt követően advent első vasárnapján készített hosszabb összeállításunkat láthatják, végezetül pedig a Fába vésett történelem című dokumentumfilmet tekinthetik meg. Kedves nézőink, ez volt a szerda esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!